A fa iránti szeretetét, annak megmunkálását édesapjától örökölte, aki mint asztalos mester kereste becsület és kenyerét a családja számára. A termékeny sokévi munkának ez az első kiállítása, de nagyon remélem, hogy ezt az első lépést majd második és több kiállítás is fogja követni, hisz ő már elkötelezett szerelmese a fa magas szintű megmunkálására. Hisz nem csak egyszerűen megfaragott munkadarabokról van szó, hanem a mester szívét, lelkét beleadta, belefaragta. Műveibe, mely kisugárzik minden munkájából. Ezt érezhetjük, amikor tekintetünkkel körüljárjuk minden kiállított mestermunkát. Munkái nem csak itthon, hanem Magyarországon, Hollandiába, Kanadába, Ausztráliába is eljutottak. Köszöntöm az itt megjelenteket, vidékieket, kézivásárhelyeket. És ne vegyék szokon, ha én külön még a csernátoniakot is köszöntöm, úgy látom szemével itt jó sokan vagyunk csernátoniak. Hát így van a helyén, így van a rendjén. Hiszen Réti Zoltán, fafaragó művész, alsó csernátoni, hogy ő írta a plakátján, és én már még oda teszem, hogy bizony, hogy a kerék felső csernátoniak. De úgy alsó csernátoni, mint felső csernátoni, de úgy felső háromszéki, mint erdélyországi, idevonósi székely testvérünk, akit a jóisten megáltott tehetséggel. És ezt a tehetséggel jó sáfárkodott, nem hagyta a talentumokat elveszni, hiszen szorgalmával, becsületes munkájával felmutatta, megmutatta magát, ime, ezt tudom én teremteni. És ez a közös drága kincs mindannyiunké. Én hamar belekapaszkodnék Kóskároly, az erdélyi nagy gondolkodó mondásába, aki úgy fogalmazott, hogy az apáik dolgát folytatják a fiatal. A szétszórt történelemköveit össze kell gyűjteni mindenfelé. Ezt mondotta a trianoni nyomorúság után, ugye? A kiáltó szóba is megfogalmazta egy kicsivel később. És ezekből a szétszórt kövekből nekünk újabb házakat kell építeni, újabb intézményeket kell építeni. Értetnünk kell művészetünket, népművészetünket, örökségünkre vigyázni kell, hiszen a miénk ezt tart meg. Minden székely magyar ember önbecsülése az örökségét nem hagyja kárba veszni. Nem kótyavetjéli el, megtartja. És ez a legfontosabb. Na most erről adott tanúbizonyságot Réti Zoltán, régióbarátunk, csernátoni ember, akit ugye úgy szoktuk mondani, akit a gyaruforgács illata megcsapott. Ő attól az illattól sose szabadul. Úgy, ahogy mondotta Bekárné igazgató úr, bizony édesapja mellett már ott volt, legkisebb gyermekként is ott patott a gyalupad körül, és megtetszett a fa, gyönyörű sima erezete, megtetszett a fa, mint élő anyag, puhasága, és megszólította a fa, mert nem más. Sokszor mondják azt, olvastam is valahol, hogy fából van, nem arany, de a fának szíve van. Szíve van bizony a fának, és abból az arra termett, tehetséggel megáldott ember ennyi gyönyörűséget tud teremteni. És ez a nap egy kicsivel fényesebben ébredt mindannyiunk számára. És milyen szép nap ez, szépen kezdődik. És ő, én ismerem, jó, tudja minden falus fele, hogy az ő hasára ritkán sütött a nap, mert már korán reggel kín van, vagy a gazdaságát igazgatja, vagy éppenséggel a műhelybe tesz vesz,
valamivel törje a fejét, hiszen cselekedni kell, alkotni kell, alkotni kell, a szép teremtés igényével kell élni, mert az az ember, akinek a lelkében még szép is belé fészkelte magát, és fészkeltakott benne, embertársai, ez az második éppen viszonyul. Réti Zoltán önérzetes ember. Közéleti szerepe, vagy egyház verkeiben vállalt feladatainak elegettéve, a közösségért dolgozik mindig. És ezt a közösséget szolgálja nagy hittel és nagy alázatossággal, alázattal. Annyi szép dolgot tartogattam úgy magamban, hogy elmondom, de hát egy megnyitót nem illik elhúzni. Egy megnyitónak megvan maga behatárolt kerete, időtartama is, és azt szerint kell ezzel élni. Hanem amit szeretnék még mondani mindenféleképpen ide tenni, hogy ez a szép kiállítás ettől a pillanattól mindannyiunké. Bár Réti Zoltán hazaviszi ezt a kiállítást 2-3 hét múlva, újakkal még gyarabítja, szerte hordozza Kárpát-hazába, hiszen annyi kiállításon vett részt, közös tárlatokon, otthon is, itt a városban is, Szentgyörgyön is, másfél is, ki tudná felsorolni, az igazgató itt próbálta összegezni, bár mi ilyen Zoltánnal nem beszélgettünk. Ő a minap rám nézett, és mintha azt mondta volna, hogy a dicsérettel úgy csinyán bánjak. Nem mondta ki, de láttam a szeme villanásán, hogy ezt várja el tőlem. Hát én nem is dicsérem. Dicsérje őt a munkássága. Munkája itt kiállított gyönyörű tárgyai, hiszen alkotó társunk nekünk. Ő annyi oklevelet szerzett, de se tudna talán sorolni. Helye van a legjobbok között, népművészek között itt Székelyföldön, Erdélyországban. És úgy, ahogy mondottam, a magyar nyelv területen. Ha hittelen hiszed, a hontalanság odakün nem keserű, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy nem ácsol a világból, a lelkedből, az érző, élő fából, az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad. Süvít, sikolt, az emlékezés keresztfáira téged veszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Hajdanában Mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt. És egy csillag Zágon felé mutatott. Vissza, amikor kisgyerekként édesapám asztalos műhelyébe tudtam megismerkedni a fával. Következett egy faipari
szakközépiskola, ahol jó oktatók kezébe kerültem, és annyira sikerült vinnem nekem ennek a falnak a megmunkálása. Többnyire a butorkészítés érdekel, ugyanakkor próbálkoztam kis plasztikával, és utólag a székelykapu készítés, ahogy úgy felemelőbe vagy felmenőbe van ennek a pártolása. Kaptam megrendelést Magyarországról, most az idén is kell készítsek egy érdekes nevű faluba, amit úgy hívnak, hogy Székely. Tehát Székely kapu, Székely községnek. A legmunkásabb darabok itt a kiállításon látható, ezek a gyümölcsös kosarak, azok a kenyeres tálosz. Nem is igény lehet egy folytába, tehát úgy, hogy nekifogok és addig csinálom, amíg elkészül. Egy pici szünetet kell tartani, és azután lehet folytatni. Hát ez egy naprólékos munkák elkészítése majdnem ilyen hangulati dolog az embernek, ha olyan a hangulata és olyan jó háttér van, ami nekem úgy megadatott, tehát bemegyek a műhelybe reggel, akár 5:30-kor, és este még 9:30-kor ott szoktam lenni, úgyhogy akkor tudok haladni. Én nagyon szeretem a népi motivumokat használni, viszont úgynevezett népi barokk, ez a tölgyfalevél elstilizálása is, van akinek tetszett, és azzal is tudtam teret hódítani. Közös tárlaton többször is vettem részt, egyéni kiállításon, ez az első, amit Beke Ernő házigazda biztatására vállaltam be. Ő biztatott, neki köszönhetem, és hálás is vagyok érte.